még javában tart a fesztivál szezonunk. Ugye a Prokultúra Szubkárpátik alapvető koncepciója az, hogy Kárpátalja minden egykori vármegyéjében hagyományőrző fesztiválokat valósítson meg. A következő hetekben pedig a Zungvidéket vesszük célba. Szeptember 7-én Császlócon, szeptember 8-án pedig Szerenyén szervezünk dobónapot az egri várvédőjének emlékére. A Dobófeszten ingyenes kézműves foglalkozásokkal, ízek és szolgáltatások utcájával kárpátaljai és anyaországi népzenei fellépőkkel várjuk az érdeklődőket. A szombati napunkat a Magyarországi United együttes frontembereként ismert Péli Barna koncertjével zárjuk. Azután két hét múlva, szeptember 22-én ideiglenesen elfoglaljuk az Ungvári várat. A harmadik Bercsényi Festen Gróf, Bercsényi Miklós és felesége, Csáki Krisztina emlékét, korát igyekszünk megidézni, és szellemiségét. Lesz korabeli viseletbemutató, illetve fegyverbemutató is, itt sem maradnak el az ingyenes foglalkozásaink. Ezen felül a népi blokkunkat követően a sokak által kedvelt Bagosi Brothers Company lép majd színpadra. Fesztiváljaink sorát október 13-án Húst városában zárjuk. A 7. Betlen napunk sztár fellépői az Eurovízió színpadját is megjárt Ávér zenekar lesz, úgyhogy ezt sem érdemes kihagyni. A fesztivál programjainkon kívül nem sokára indulnak az őszi foglalkozásaink a Nagyberegi Tájházban, illetve a Nagydobronyi Tanodában is. Nagydobronyban havonta egy gyermekfoglalkozással és egy műhelynappal várjuk az érdeklődőket. Ezen felül terben van egy viseletkészítő, illetve egy agyagedény készítő tanfolyam indítása is. Nagyberegen október 16-ától hetente várjuk tematikus foglalkozással az érdeklődőket. Emellett nagy erőkkel készülünk a Magyar Népmese napjára is, hisz szeptember 30-án már negyedszer szervezünk mesemondó verseny Beregszázban, ahová már most fogadjuk a fiatalok jelentkezését. Magáról a versenyről, illetve az elhangzott programokról a Prokultúra Szubkárpátika esemény naptárában és a Kárpátaljam honlapján olvashatnak az érdeklődők. Minden programunk és minden foglalkozásunk ingyenes. Kicsiket, nagyokat egyaránt várunk, és nem kikötés az, hogy magyarokat, ruszinokat, ukránokat egyaránt.